Sok hó esett Győrmoson Sopron megyében, így a rákcsálók csak kevés élelmet találnak maguknak a szabadban. Jellemzően ilyenkor otthonainkban húzódnak meg, vagy állattartó telepeken keresnek táplálékot és menedéket. Tudtuk meg Kis Barnabástól. A csapdákkal és mérgekkel foglalkozó cég munkatársa elmondta, különböző módokon lehet védekezni a nem kívánatos vendégekkel szemben, és fontos a megelőzés is. A legfontosabb, hogy azokat a körülményeket, amik számukra kedvező, azokat megszüntessük. Szüntessük meg a táplálékforrásokat, szüntessük meg azokat a helyeket, ahol ők fészkelni tudnak, ahol szaporodni tudnak. Tehát egyáltalán a betelepedésüket gátoljuk meg. Ha ez elmaradt, vagy nem sikeres, ez a fajta úgymond biológiai védekezés, akkor jöhetnek a különböző rákcsálogítószerek, illetve csapdák. Többféle méreg is létezik, azonban a legelterjedtebb fajta az, amelyikben véralvadásgátló van. Ilyen kis kék tömböket raknak bele a csapdákba, a bent ragadt állatnak nem is kell sokat ennie ebből ahhoz, hogy utána néhány nappal később elpusztuljon. Műanyag csapdáról beszélünk, ahol két oldalt tud az egér beszaladni. Van egy ilyen visszabillenő ajtó, ami nem engedi, hogy ő utána innen kijöjjön. Kis Barnabás még hozzátette, várhatóan a tavasz beköszöntével a rákcsáló fertőzöttség folyamatosan csökkenni fog, hiszen a szabadban egyszerűbben jutnak majd táplálékhoz.